Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. A tegnapi tüntetések során Budapest utcáin összetűzésekre kerül sor a tüntetők és a rendfenntartó közegek között. Jelentették hivatalosan az éjfél utáni órákban. A budapesti közlés szerint az összetűzéseknek emberáldozatai vannak. A jelentés közelebbről nem jelöli meg, hogy csupán sebesülések, avagy halálesetek is történtek. A rádió közlemény felolvasásával kezdte hajnali adását. A közleményt a minisztertanács bocsátotta ki, elrendelve a gyülekezési, csoportosulási és felvonulási tilalmat. A közlemény indoklásként előbb arra hivatkozott, hogy fasiszta reakciós elemek támadást intéztek budapesti középületek ellen és megtámadták a karhatalmi alakulatokat. Az 1956-os forradalom és szabadságharc meghatározó, irányadó élmény egész életemre. Ezek a képek örökre belém vésődtek, mintha tegnap történt volna minden. 8 éves kis srác voltam. Pesti kis srác. Ott laktunk a Korvin közelében. 1956. október 23-án láttam a felvonulókat az Üllői úton, és késő délután nagymamámmal és édesanyámmal ott kíváncsiskodtunk mi is a múzeum kertben, a rádió felüli oldalon, de az első lövésre gyorsan hazakergettek minket. Nem értettem az egészben semmit, de a felnőttek világa is csak ezután szembesült azzal, hogy Magyarországon kitört a forradalom. Egész nap szólt a rádió. Az emberek felváltva hallgatták a Kossuth és a Szabad Európa rádióadásait. A házunk előtt elrobogó tankok megremegtették a házat. Az egyik általuk leadott sorozat a mi lakásunkat is eltalálta, lakhatatlanná téve utcai szobáinkat. Egyes lövéseket, sorozatok, robbanások váltogatták. Féltem és fáztam. Volt, amikor a ház dohos pincébe kényszerültünk. Később a születben temetette halottakat, a környék partjaiban friss sírokat és rommá lőtt házakat láttam. November 1-én, Mindenszentek napján a sírok mellett és a házak ablakaiba gyertyák gyúltak. Elesett hőslányait és fiait gyászolta a nemzet. November 4-én hajnalban az ország egész területén megindult a szovjet támadás. A forradalmárok felvették a harcot az óriási túlerővel szemben, de már nem sokáig tarthatták magukat. A pesti srácok bevonultak a történelembe. Még a Time magazin címlapjára is felkerültek, de csak ennyi történt. A nyugat ígérete ellenére, mint már annyiszor, magára hagyott minket, és kegyetlen megtorlás következett. Az emberek visszahúzottak lakásaikba. Sokan eltűntek a házunkból. Harcban estek el, elköltöztek, bujkáltak vagy disszidáltak, senki sem tudta. Évekkel később az emlékek és olvasmányok mozaikjai összeálltak bennem. Túl az eseményeken, a pesti srácok világra szóló hősiességén, ami leginkább megmaradt,
az a magyarság igazi arca, egysége, önzetlensége, az emberek addig visszafojtott nyíltsága, mosolya, kedvessége és a megnyilvánuló szeretet ezer példája, amely erőt és bátortást adott további életemben. Ma már biztosan tudom, akkoriban igazi csoda történt. A harcokban több mint 2600 magyar és több mint 700 szovjet állampolgár esett el. Közel 200.000 magyar hagyta az országot. A forradalma szörnyű megtorlás követte. A felelősségre vontak száma megközelítette a 13.000-et, közülük 228 főt ítéltek halálra, és a halálos ítéleteket 199 esetben végre is hajtották. Az egykori hóérók szellemi örökösei itt vannak közöttünk, és ismét hatalomra törnek. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. A forradalom 50. évfordulóján méltó megemlékezésre gyűltünk össze. Én már összülő fejjel csatlakoztam az ünneplő tömeghez. Sokan voltunk. Szép arcú idősek, fiatalok, nagymamák, anyukák, gyerekek a legnagyobb békességben. A filmmúzeum előtt tanástalanul néztünk egymásra, amikor váratlanul zavargások egyre erősödő hangja érkezett a Deák tér felől. Közelebb menve láttam, hogy provokátorok, akik biztosan nem ünnepelni jöttek, támadtak a rendőrökre, majd könnygázgránátok repültek közéjük. Elszabadult a pokol. A rendőrök ellentámadásukat az utca teljes szélességében az ünneplőkre tolták. Válogatás nélkül vertek mindenkit. Erre senki nem számított. Mintha az 56-os események ismétlődtek volna meg. Számomra nyilvánvaló, hogy az akció előre szervezett volt, és erre számos bizonyíték áll rendelkezésre. Az ország akkori vezetői úgy gondolták, hogy éppen ideje megbüntetni a kormányzással elégedetlen embereket. A büntetés ezúttal is elmaradt, sőt jó szolgálatukért kitüntették a végrehajtókat. Ünneplő magyarok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Azért jöttünk össze, hogy kifejezzük tiszteletünket, és fejet hajtsunk az 56-os októberi forradalom hősei előtt. A szovjet birodalmi elnyomás megbékjózott, és meg is nyomorított bennünket. Kirabolta, nincstelenné tette, és nemzedékek munkájának értelmétől fosztotta meg a magyar családokat. Tisztelt emlékezők, a független magyar politika Brüsszel számára elfogadhatatlan. Nézzünk szembe ezzel a ténnyel. Ezért Brüsszelben bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától.
azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni. Nem tűrjük el, hogy újra bábállammá, Brüsszel vazallusává tegyék Magyarországot. Nem fog nekik sikerülni, itt nem törnek át, mi győzünk, ők veszítenek. Mi magyarok megtudjuk, és meg is fogjuk csinálni. Újra meg fogjuk csinálni. Dicsőség az 56-os magyar hősöknek, a jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Szabadságharcunk folytatódik. Közel 70 év után a kommunista szélsőliberális baloldal továbbra sem tud mit kezdeni 56-tal. Hol mocskolja, ellenforradalomnak, fasiszta felkelésnek bélyegzi, hol próbálja kisjátítani és maga is ünnepli. Vajon mit ünnepelnek? A hazaárulást? A kivégzetteket? Vagy a börtönbe zárt hazafiakat? Az elmenekült százezreket? Milliók félelemben tartását? A szétlőtt Budapestet? A világ láthatóan gyorsan felejt, ezért emlékezni és emlékezhetni kell az akkori eseményekre. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az állam férfi paremtája. Megáldja a szentséges pápa. És minden rendű, népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett? Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Mert, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember? Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csendben. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal.